Világbajnokságra készül a Bonyhádi Spártai Akadémiai Egyesület. A szervezet fő sportága a kettlebell. Ezen kívül foglalkoznak egyéb funkcionális edzésekkel, mondta Kis Csaba edző. Most épp a benti hátsó teremben folyik a golyos kettlebelles edzés. Készülünk a jövő héten megrendezésre kerülő IKMF világbajnokságra. Nyáron már voltunk, egyen az a VKSF, egy másik szervezetnek a világbajnoksága. Bent vannak a kis versenyzőink, akik világbajnoki címet is szereztek. Az edzéseken különböző korosztály vesz részt, fiataloktól az idősebbekig. Igazából január óta megy a felkészülés, márciusban volt az első verseny, az volt egy országos bajnokság. Áprilisban volt egy világbajnoksági kvalifikációs verseny, az is magyar bajnokság, utána nyár közepén volt egy világbajnokság, és most a következő világbajnokság a másik szervezetnél. Az egyesület sportolói már készülnek a jövő héten Cegléden megrendezendő világbajnokságra, mondta Györfi Liza sportoló. Júniusban voltam a világbajnokságon, és ott első helyezést értem el. Hát igazából azért szeretem, mert tele van kihívásokkal, és hogy mindig egyel többet szeretnék csinálni, meg nehezebb súllyal. A klub az előző világbajnokságon 4 darab első és 2 darab második helyezést ért el.